szellem Jánosnénak. Elvette a játékaim elmentő régen, baktatott és kísértettő Pécset, míg én titokban felmásztam a pécsi legnagyobb házba, a magas házba, mely már nincs is ott, csak az ördög kikuncog. Titokban suttogva mamának hívtam, de ő mérgesen rám mordult, és azt mondta, ne hívjon mamának, és én suttogva szeretem őt, mint halandó senki más, akkor is, ha nem szép a szellemeknek a túlvilág. Elvette át a játékaim, elővette a pacsirtát, mint esti olvasmányt, míg én tehetetlenül és kérletetlenül estem bele az internátusba, és tovább suttogva olvastam az igét. Szellem János nyírhagyok az ajtónul, egyszer én is jártam, mint a szárszói rakos ráüvöltöttem, de közben még mindig suttogok, és mondtam, hogy mama, miért vagy szellem, és miért díszelegsz, mint trauma a fiú lelkén, hogy nincs többé játékom, mit suttogva játszhatnék veled, suttogva mondom neked, te nagy szellem, te messzi ide, ott kísérted a Pécsi Egyetem ajtaján, hogy bizony leromboltad mindenem, mint egy elköltözött pásztor, úgy romboltad le a magas házat is, nini. Most helyette játszótér van a magas ház helyén, de nincs kivel játszanom, és nem nevezetlek mamának. Suttogva ragok egy virágot, mint virágból szereztem neked. Szeretlek nagyon, szellem János, néhoz vissza, kérlek a játékaim, és kérlek, tedd le a könyvet a pacsirtát, ne olvasd tovább. Inkább kísérd tovább, és hozz vissza a játékaim, mert szeretlek.